11. rész, az utolsó napok eseményei. A Krisztus eljövetelére összpontosító adventista egyház mindig is fokozott érdeklődést mutatott az utolsó napok válságos eseményei iránt. Ez nem is lehetett másként, hisz a hetednapi adventista mozgalom egy olyan vallási háttérből, az úgynevezett Miller mozgalomból növekedett ki, mely kiemelt hangsúlyt helyezett a végidő eseményeire. A feltámadásra, az utolsó ítéletre, valamint a bűn és a bűnös büntetésére. Az Ellen White-nak adott látomások az igazság próbaköveként mutatták be a hetednapi szombat megőrzését, mely két osztályba sorolja majd a föld lakosságát. Azokra, akik engedelmeskednek Istennek, és örök életet nyernek, valamint azokra, akik megtagadják Isten törvényét, és mindörökre elvesznek. Az egyénnek a szombatnap kérdéséhez való hozzáállása lesz a meghatározó tényező. A földi történelem záró eseményei képezték alapját az 1858-ban kiadott 219 oldalas rövid iratnak, ami a Nagy Küzdelem címmel jelent meg. Az azonos címen kiadott kötetek is ennek a harcnak a döntő és válságos mozzanataival foglalkoznak. Az adventisták komoly alapossággal tanulmányozták ennek a könyvnek a záró fejezeteit, és lelkesedéssel teltek meg az egyházra és a világra váró események megismerésekor. Nem kisebb érdeklődéssel kezdtek kutatni hasonló jellegű kijelentések után Ellen White minden nyomtatott művében, remélve, hogy valamilyen kiegészítő világosságot nyernek a ránk váró eseményekkel kapcsolatban. A most következő részben először teszünk közé olyan, eddig még ki nem nyomtatott kijelentéseket a végidőről, melyek hozzásegítenek a földi történelem végső eseményeinek jobb megértéséhez. A vasárnap törvény kiadására való törekvés az 1800-as évek vége hatására Ellen White részletesen írt a közeledő válságról a Bizonyságtételek 5. kötetében, 711 és 718. oldalakon, melyben kifejtette a hetednapi adventistákra váró események jelentőségét. Kijelentette, hogy az egyház még nem állt készen ezekre az eseményekre, és előrejelezte, hogy Isten válaszul a nép imáira, visszatarthatja a törvényét semmibevevők munkáját. Amikor a déli államok némelyikében hatályba léptették a vasárnap megünnepléséről szóló törvényeket, és ezek miatt adventistákat ejtettek foglyul, vetettek börtönbe és fogtak kényszermunkára, láncokra verten, a vasárnap kérdése nagyobb jelentőséget kapott, és komoly tanulmánytárgya lett az 1889-es generálkonferencia ülésszakán. Gondosan felülvizsgálva az érintett alapelveinket, Ellen White óvatosságra intett minden esetleges döntés kapcsán, melyet a küldöttek meghozhatnak. A vasárnap kérdés lendülete fokozatosan alábbhagyott, de a későbbi években Ellen White folyamatosan az egyházi vezetők elé tárta a végső küzdelem eseményeit. Ami a szombatünneplés által kiváltott üldözést illeti, az idők változhattak, de a szóban forgó kérdések és elvek ugyanazok maradtak. Ellen White halála óta még több változás következett be, de hisszük, hogy a közelgő küzdelem során ugyanezek az elvek és kérdések kerülnek majd elő, bármilyenek is legyenek a jelen körülmények. Ennek a szakasznak a nagy része olyan kijelentéseket tartalmaz a végidő kapcsán, melyek gyakran párhuzamba állíthatók. A nagy küzdelemben olvasható sorokkal, de amelyek épp olyan gyakran új részleteket és új ismereteket is tartalmaznak. Ezeket az anyagokat három fő csoportba osztottuk fel, nevezetesen 1. Tanítások az 1880 és 1890-es vasárnap törvénnyel kapcsolatban, 2. Általános tanácsok a végidőhöz közeledő néphez, 3. A végső nagy harc és a szombat-vasárnap kérdésének összefüggései.
miközben Ellen White felhívja figyelmünket az előttünk álló, megpróbáló eseményekre, melyek kétség nélkül eredményeznek majd mártírhalált, és miközben előrejelzi a sorainkba hatoló hitehagyást, gyülekezeti növekedésről is beszél, és bátorítóan szól az Isten hűséges népét támogató mennyei kegyelemről. White bizottság. 55. fejezet, a vasárnap törvény az 1880-as évek végén és az 1890-es évek elején. Bátorítás az 1884-ben gyülekező főlegek idején. Nagy események állnak előttünk. Ki kell mozdítanunk az embereket a közömbösségből, hogy felkészülhessenek a ránk váró időre. Ne vessük el magunktól bizodalmunkat. Szilárdabb bizonyosságra van szükségünk, mint valaha. Idáig megsegített minket az Úr, és mindvégig segítségünkre lesz. Tekintsünk azokra az emlékoszlopokra, melyek felidézik az Úr értünk tett cselekedeteit. Ezek segítségünkre lesznek vigasztalásunk, és a pusztító kezéből való megszabadításunk érdekében. A közelgő küzdelemre várva új bajokkal kell számolnunk, de figyelmünket épp úgy irányíthatjuk a múlt felé, mint a jelen felé, és így szólhatunk. Mindeddig megsegített minket az Úr. 1 Sámuel 7. fejezet 12. vers. Élteden át tartson erőd. 5 Mózes 33. fejezet 25. vers. A megpróbáltatás nem fogja meghaladni azt az erőt, melyet az Úrtól kapunk annak elhordozására. Munkálkodjunk hát zúgolódás nélkül mindenütt, ahol csak tudunk. Gondoljunk arra, hogy semmi baj nem történhet, mert a próbáknak súlyához mérten erőt kapunk majd az Úrtól. Jelenlegi békénkből ne zökkentsenek ki a várt megpróbáltatások, mert Isten soha nem hagy és vet el egyetlen benne bízó lelket sem. Isten jobb hozzánk félelmeinknél. Ne hozzuk előre a nyomorúságos időt. Sokan leveszik szemüket jelenlegi munkájukról, békességükről és áldásaikról, és gondokat kölcsönöznek az eljövendő válság idejéből. Ezzel közelebb hozzák a nyomorúság idejét, de Isten nem árasztja rájuk kegyelmét az ilyen idő előtti nehézségek közepette. Mielőtt a maró küzdelem ránk tör, meg fogjuk tanulni a szent és áldott bizalom leckéjét. Kezünket Krisztus kezébe helyezzük, lépteinket a sziklára rögzítjük, s így mentesek leszünk az áldás vihartól. Várnunk és figyelnünk kell az Úrra. Jézus minden nehézségben jelen való segítséget biztosít. 11. alevél 1884. Azt kérdezed, hogyan biztosíthatnánk-e valahogy népünk jogait a lelkismeretük szerinti Isten tisztelet gyakorlására? Egy ideje már lelkemre nehezedik az a kérdés, hogy ez vajon hitünk megtagadása volna-e, és annak bizonyítéka, hogy nem bízunk teljességgel Istenben. Ugyanakkor Isten sok hasonló jellegű dolgot megmutatott nekem a múltban, mint például a hadseregbe hívást az amerikai polgárháború idején, és egyéb kérdéseket. Isten félelmében mondom, hogy helyén való minden lehetséges erőnket bevetni a népünkre gyakorolt nyomás visszaszorítására. Ne ingereljük fel azokat, akik Isten szent szombatja helyett a hamis szombatot, a pápaság intézményét fogadják el. Mivel a Biblia érvei nem mellettük szólnak, ez még mérgesebbé és eltökéltebbé teszi őket arra, hogy az igéből hiányzó bizonyítékok helyét saját hatalmi erejükkel töltsék be. A sárkány lépteit erőszakos üldözés követi, ezért elővigyázatosnak kell lennünk, hogy ne adjunk okot a harag felgerjedésére. Ismét azt mondom, hogy mint nép, amennyire lehetséges, tisztítsuk meg a tábort az erkölcsi szennyeződéstől és a szörnyűséges bűnöktől. Ha bűnt melengetünk magunkban, a világ összes politikai manőveresen menthet meg a szörnyűséges rostálástól, és a nagy tekintélyek megnyerésére tett minden igyekezetünk se emelheti le rólunk Isten ostorát. Ha mint nép nem őrizzük magunkat a hitben,
és Isten parancsolatainak írásos és szóbeli hirdetése mellett mi magunk nem tartjuk meg azokat egytől egyig, egyiket sem rontva meg tudatosan, az elgyengülés és rombadőlés áldozatai leszünk. A Szentlélek munkája nélkül kérleléseink mit sem érnek. Bármennyire igyekszünk kéréseinket földünk nagyjai elé vinni, bármennyire komolyak, erőteljesek és ékeszólóak is fogalmazványaink, pártfogásuk elnyerésére, ez nem fogja elérni a kívánt hatást, ha a Szentlélek nincs ott az igazság hitvallóinak szívében. Küzdjünk már hatalmas és erős férfiként, aki a Niagara hullámaival szemben úszik. Ha az Úr nem képvisel bennünket, elveszünk. Isten meg akar dicsőítetni népe által. Népének meg kell tisztulnia és meg kell szabadulnia énjétől. Legyünk álhatatosak és rendíthetetlenek mindenkor az Úr művében foglalatoskodván. Törvények a hamis szombat felmagasztalására. Készen kell várakoznunk Isten parancsszavára. Forrongás fogja áthatni a nemzetek teljes egészét. A támogatást meg fogják vonni azoktól, akik Isten igaz zsinór mértékét, a jellem és szentség egyedüli biztos próbáját hirdetik. Mindazok, akik nem hajtanak fejet a nemzeti szervezetek rendeletének, akik nem engedelmeskednek a bűn embere által bevezetett szombat megtartását előíró törvényeknek, nem csak a pápaság, de a protestáns világ, azaz a fenevad képe elnyomó hatalmát is meg fogják érezni életükben. A küszöbön álló nagy esemény ki fogja gyomlálni mindazokat, akiket Isten nem hívott el. Tiszta, igaz, megszentelt szolgálat várja majd készen a késői esőt. A sátáni eszközök olyan megújult erővel dolgoznak, amilyet idáig nem tapasztaltunk. Vegye hát Isten népét is birtokába egy felülről származó új hatalom. 55. levél 1886. Hamarosan országunk erői ellen kell küzdenünk, és minden okunk megvan félni attól, hogy a hazugság fog győzelmet aratni. Az Úr nevében fel kell szólítanunk gyülekezeteinket, hogy lássák valódi fényében ezt a küzdelmet. Lásd bizonyságtételek 5. kötet 711-től a 718. oldalig. A harc az Ó és az Új Szövetség kereszténysége, valamint az emberi hagyományok és hamis koholmányok között folyik majd. Ez a harc fogja eldönteni, hogy nemzetünkben teret nyere a tiszta evangélium, vagy a protestantizmus jobbját élvező pápaság hatalma kerül uralomra, és korlátozza a vállási szabadságot. Az üzenetnek mindenütt hangoznia kell, hogy akik gyanútlanul és tudatlanul közösködnek a pápasággal, felfigyelhessenek az igazságra. Olyan kompromisszumokat kötve és engedményeket téve barátkoznak a pápasággal, melyek még a pápaság híveit is meglepik. Isten gyermekei más egyházakban. Istennek sok olyan gyermeke van a protestáns és katolikus egyházakban, akik legjobb tudásukhoz képest hűségesebbek az engedelmességben sok olyan adventistánál, akik nem járnak a világosságban. Az Úr akarata szerint az igazság üzenetének hangoznia kell, hogy a protestánsok meghallhassák a figyelmeztetést, ráébredhessenek a valóságra, és fel tudják mérni a már régóta élvezett vallásszabadságuk értékét. Vasárnap törvények az Egyesült Államokban. Hazánk otthont adott az elnyomottaknak, bizonyságot tett a lelkiismereti szabadságról, és a bibliai világosság nagy központjává vált. Isten hírnököket küldött, akik tanulmányozták a Biblia igazságait, és azokat a proféciában megjövendőlt mozgalmakat, melyek vallási törvényhozása semmibe veszi Isten törvényét, és a magasba emeli a bűn emberét. Ne emeljük-e hát fel szavunkat, hogy közvetlenül figyelmeztessük a veszélyben lévő egyházakat? Szabadjára engedjük-e a folyamatot, hogy Sátán minden ellenállás nélkül diadalt arasson? Távol legyen. Sokan mellénk állnak majd más felekezetekből.
Sok lélek fog kijönni a világból és a különböző egyházakból, még a katolikusok közül is, akiknek a buzgósága messze meghaladja majd azokét, akik addig az igazság hirdetőiként csatasorban álltak. A 11 órás munkások ezért nyerik majd el méltó fizetségüket. Meglátva a közelgő harcot, határozott hangon fújják majd a trombitát. Amikor a válság ránk tör, amikor a nyomorúság ideje elérkezik, ezek a munkások a frontvonalra törve magukra öltik Isten teljes fegyverzetét, felmagasztalják törvényét, ragaszkodnak Jézus hitéhez, és küzdenek annak a vallásszabadságnak a fenntartásáért, melyért a reformátorok fáradtságos küzdelmet vívtak és életüket áldozták. A hamis szombat a középpontban. A hamis szombat törvénybe iktatásával egy olyan szombat megtartására akarják kényszeríteni az embereket, melyet nem Isten adott. A protestantizmus és a pápaság összekapcsolódásakor még fokozottabban életre fog kelni a római egyház keresztény üldözése, mely majdnem eltörölte a földről a Jézus Krisztus vallását. Saját hazánk a vallásszabadságért vívott küzdelem csatamezejévé válik, hogy az emberek saját lelkiismeretük szerint imádhassák Istent. Ismerjük fel az ellenség munkáját, amit alvásba ringatja azokat az embereket, akiknek ébren kellene lenniük. Akik nem áraszthatnak semleges befolyást, és akiknek teljességgel az Úr oldalára kellene állniuk. Ne hirdessünk békességet és biztonságot, amikor hirtelen nyomorúság tör a világra, és Isten haragja hamarosan kitöltetik. 30. kézirat 1889. Amerikában nagy veszedelem várható. Amerika, ahol a legnagyobb mennyei világosság ragyog az emberekre, a legnagyobb sötétség és veszedelem térségévé válhat, mert az emberek felhagynak az igazság gyakorlásával, és nem járnak az Úr világosságában. Minél közelebb kerülünk a földi történelem záró eseményeihez, Sátán munkája annál erőteljesebbé válik. Sátán tevékenységén keresztül a legkülönfélébb hazugságok próbálják majd elvonni az emberek figyelmét Istenről. 23C levél 1894. Korai látomás a szombat jelentőségéről. Lásd tapasztalatok, látomások, lelki ajándékok 1860, 32-től a 34. oldalig, az 1847-es látomás. Láttam, hogy keveset ismertünk fel, és éreztünk meg a szombat jelentőségéből, és dicsőségéből ahhoz képest, amit még meg kell tanulnunk arról. Láttam, hogy még nem tudjuk, mit jelent a föld magaslatain járni, és Jákob örökségével élni. Ezeket akkor ismerjük majd meg, amikor a felüdítő késői eső eljön az Úr színétől és hatalmának dicsőségétől. Akkor tisztában meglátjuk a szombat jelentőségét és dicsőségét. A szombat jelentőségét és dicsőségét mindaddig nem láthatjuk meg teljességgel, amíg Isten hangja ki nem jelenti velünk kötött béke szövetségét, amíg Jeruzsálem ragyogó gyöngykapui meg nem nyílnak, és a drága Jézus örömteli minden zenénél csengőbb hangja be nem tessék-e bennünket örök hazánkba. 3. levél 1851. Szilárdan el kell tökélnünk magunkban, hogy a hét első napját nem fogjuk szombatként tisztelni, mert az nem az Isten által megáldott és megszentelt nap. A vasárnap tisztelésével a nagy csaló oldalára helyeznénk magunkat. A szombat körül folyó harc megismerteti az emberekkel ezt a tárgykört, és lehetőséget ad a valódi szombat igazságának bemutatására. Az Isten félő és parancsolattartó nép ne csak az imádság, hanem a cselekedetek terén is legyen szorgos, hogy azok is megismerhessék az igazságot, akik még soha nem hallottak arról. Amikor Isten törvényét semmibe veszik, és a hitehagyás bűne nemzeti mértéket ölt, az Úr cselekedni fog népéért. Szorult helyzetük lehetőséget ad az Úrnak a cselekvésre.
meg fogja mutatni hatalmát egyháza javára. Időszerű bizonyságtevés. Az Úr azért tárta fel előttünk a földre váró eseményeket, hogy a kapott világosságot másokkal is megosszuk. Az Úr nem fog felmenteni a bűn alól, ha összekulcsolt kézzel és nagy megelégedéssel ülünk, és jelentéktelen kérdésekben csépeljük a szót. Nem hagyhatjuk, hogy az emberek a sötétségben botladozzanak, nem tudván mi vár rájuk, készületlenül állva a nagy események előtt. Jelenlegi munkánk, hogy alkalmassá tegyünk egy népet a nyomorúság napján való megállásra. Ebből a munkából mindnyájunknak ki kell vennünk részünket. Krisztus igazságosságába kell öltöznünk, és annyira meg kell erősödnünk az igazság által, hogy Sátán csalásait ne téveszthessük össze Isten hatalmának valódi megnyilvánulásaival. Ünnepélyes idő ez Isten népe életében, de ha szorosan állunk Krisztus vérző oldalán, ő meg fog védelmezni minket. Isten ajtókat fog nyitni annak érdekében, hogy a világosság üzenete a föld nagyjai, vezetői és törvényhozói elé kerülhessen. Olyan lehetőségeink lesznek, melyekről ma nem is álmodnánk. Némelyek bátran fogják hirdetni Isten megtaposott törvényének rendeléseit. Sátán munkamódszere a végső harcban. Komoly, a lelkek üdvösségét kereső munkásokra van szükség, mert Sátán hatalmas vezérként lépett a harcmezőre, hogy ebben az utolsó időben mindenféle módszert bevessen annak érdekében, hogy Isten világossága ne juthasson el népéhez. Saját soraiba hajtja az egész világot. Csak azon kevesek állhatnak ellene, akik hűségesek Isten rendeléseihez, de még ezek felett is igyekszik győzelmet aratni. Kérdezzétek Istent magatok! Imádkozzatok isteni világosságért, hogy bizonyosságot nyerjetek az igazság felől, hogy amikor a hatalmas csodatévő erő megjelenik, és az ellenség világosság angyalaként jön el, különbséget tudjatok tenni Isten valódi munkája és a sötétség erőinek utánzása között. Az egész világot figyelmeztetni kell, és amikor a harmadik angyal üzenete hangos kiáltásra halad előre, az emberek értelme teljesen fel lesz készítve az igazság mellett vagy ellen való döntéshozatalra. Sátán és gonosz angyalai nagy változásokat fognak eszközölni, gonosz emberekkel egyesítve munkájukat. Ezek örökre megpecsételik sorsukat azáltal, hogy semmibe veszik Isten törvényét, holott az ige meggyőző bizonyítéka annak örök és változhatatlan voltáról tesz tanúságot. A harmadik angyal üzenetének hangos kiáltása. El fog jönni az idő, melyről a próféta írt. A harmadik angyal hatalmas kiáltása hallhatóvá válik a földön. Dicsősége betölti a világot, és az üzenet diadalmaskodni fog, de azok, akik nem járnak annak világossága szerint, nem fognak együtt diadalmaskodni azzal. Elérkezett az ünnepélyes idő, amikor a prédikátoroknak az udvar és az oltár között kellene sírniuk. Légy kegyelmes, ó Úram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet. Joel 2. fejezet 17. vers. Olyan nap ez, melyen ahelyett, hogy a lelkészek és a tagok önfelmagasztalva dicsérik magukat, meg kellene vallaniuk bűneiket Isten és egymás előtt. A hívők serege meg kiállja a végső próbát. Az emberek semmibe veszik Isten törvényét, és még azok között is előfordul a szent parancsolatok áthágása, akik hirdetik a törvény rendeléseinek kötelező érvényét. A Bibliát sok ház lakói megnyitják majd. Isten férfi és női munkásai beengedésre találnak ezekben a házakban, ahol hozzásegítik a lakókat a Biblia elfogadásához és megértéséhez. Amikor a válság eljön, sokan készen lesznek helyes döntések meghozatalára, még azoknak a rettentő nehézségeknek az ellenére is,
melyeket Sátán megtévesztő csodái idéznek elő. Noha ezek csak a 11. órában vallják meg az igazságot, és válnak Krisztus munkatársaivá, azonos fizetséget fognak kapni azokkal, akik a teljes nap folyamán dolgoztak. Álhatatos hívők egész serege fogja sziklaszirálddan kiállni az utolsó próbát. Fokozott világosság ragyog majd a profécia nagyszerű igazságaira, melyek új és átható erővel törnek elő, mert az igazságosság napjának sugarai bevilágítják őket. Mielőtt az angyal feltárta Dániel előtt azokat az érdekfeszítő proféciákat, melyek számunkra, vagyis azok teljesedésének szemtanúi számára irattak meg, így szólt. Légy erős, és bizony erős. Dániel 10:19. Nekünk is részünk lehet a Dániel előtt feltárt dicsőségben, hiszen számunkra, az Isten végidőben élő népe számára adatott, hogy határozott hangon szólaltassuk meg a trombitát. 18. kézirat 1888. Krisztus második eljövetelekor az egész világot két csoport, az igazak és hamisak, a szentek és szentségtelenek csoportja fogja jellemezni. Az emberfia fenséges megjelenését megelőzően jelek és csodák lesznek az égen. Isten már is engedi, hogy haragborának cseppjei a földre és a tengerre hulljanak, és ez kihat a levegő elemeire is. A szokatlan jelenségek okát komoly vizsgálatok alá vetették, de mint hiába. Isten nem akadályozta meg a sötétség erőit a levegőszennyezés halálos munkájában. Az élet és egészség egyik forrását halálos kórokozóval fertőzték meg, mely nem csak a növényzetre hatott ki, de az emberek is szenvednek méhtejétől. A világ megrázkódása fizikai és vallási értelemben. Ezek a dolgok az Isten haragborából származó cseppek eredményei, melyek csak gyenge érzékeltetői a jövőben várható eseményeknek. Különböző helyeken földrengéseket észleltek, de ezek a rendellenességek igencsak korlátozottak voltak. Szörnyű rázkódások érik majd a földet, minek következtében a drága pénzen épített úri paloták romhalmazokká válnak. A föld mélyében rejtőzködő elemek kitörése meghasítja a földkérget. Amint ezek az elemek egyszer elszabadulnak, el fogják söpörni azoknak a kincseit, akik az évek során hatalmas tulajdont biztosítottak maguknak, miközben alkalmazottaiknak ébért fizettek. A vallási világ szintén szörnyeg meg fog rázkódni, mert mindennek vége közel van. Az egész társadalom két osztály valamelyikébe sorakozik fel. Az engedelmesek vagy az engedetlenek közé. A lelkiismeretet korlátozó törvények. Az úgynevezett keresztény világ jelentős és határozott lépések színterévé válik. Tekintélyes vezetők a lelkiismeret korlátozó törvényeket hoznak a pápaság mintájára. Babilon minden nemzetet megitat paráznaságának haragborából. Minden nemzet inni fog belőle. Erről az időről mondja János a jelenések könyve írója. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala. Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszerre kettőztessék meg néki az ő cselekedetei szerint. Amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki. Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek néki, mert ezt mondja az ő szívében,
Úgy ülök, mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Jelenések 18. fejezet 3-tól a 7. versig. Egyetemes szövetség. Ezeknek egy a szándékuk. Erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ővele való hivatalosok és választottak, és hívek is. Jelenések 17-13-14. vers. Ezeknek egy a szándékuk. Sátán erői egyetemes szövetséget, egyetlen nagy egységet alkotnak. Erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ugyanolyan önkényes és elnyomó hatalom nyilatkozik majd meg a vallásszabadság és Isten lelkiismeret szerint való imádása ellen, mint amikor a pápaság üldözte azokat, akik bátorkodtak elutasítani a római vallás rítusait és ceremóniáit. Az utolsó napok harca idején Isten népe ellen támadó egységet képez majd minden olyan hatalom, amely hitehagyóként felbontotta Isten törvényéhez kötődő szövetségét. Ebben a harcban a 4. parancsolat szombatja lesz a központi kérdés, mert a szombat parancsolatában a hatalmas törvényadó az egek és a föld teremtőjének nevezi magát. A Jelenések könyvében ezt olvassuk Sátánról. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára, és elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett vala, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mivelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megülessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Jelenések 13. fejezet 13-tól a 17. versig. És látték a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából 3 tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Jelenések 16. fejezet 13-tól a 15. versig. Sátán látszólag diadalt arat. Az egész természetet és a világot fokozott komolyság hatja át. Az angyalaival és gonosz emberekkel együttműködő Sátán minden erejét összeszedi a győzelem érdekében, és látszólag már-már diadalt arat. Mégis az igazságé és a szentségé lesz a győzelem. A hazugság hívei vereséget szenvednek, mert Isten véget vett a hitehagyás napjainak. 24. kézirat, 1891. Tanácsok a vasárnap törvénnyel kapcsolatban. Konferenciákon komoly figyelmet érdemlő kérdések merültek fel. Az egyik ilyen, hogy az üldöztetés elkerülése érdekében nem lenne jobb tartózkodni a vasárnapi munkától a déli államokban, ahol a törvények elnyomó követéssel írják elő a vasárnapi pihenést. Néhány testvérünk buzgón munkálkodik azon, hogy a generálkonferencia intézzen felhívást a bebörtönzéssel és pénzbírsággal fenyegetett szombatünneplőkhöz, hogy tartózkodjanak a vasárnapi munkától. Ilyen indítványt azonban nem kellene a konferencia elé tárni. Bizonyos kérdésekben minél kevesebb dolog jut köztudomásra, annál jobb, akár támogató, akár ellenző vélemény nyilvánításról legyen szó.
Szükség idején Isten ad világosságot és ismeretet. Amikor a vasárnap kérdés törvényes méretűvé válik, nem lesz többé olyan nagy veszélye annak, hogy lépéseink esetleg nem nyerik el a menny jóváhagyását. Mert a legnagyobb szükség idején az Úr világosságot és ismeretet ad. Amikor minden szombat ünneplő aggodalommal igyekszik belelátni a jövő titkaiba, és minden erejével a helyes állásfoglalás kialakítására igyekszik, ügyeljetek arra, hogy helyén való tanácsot kapjanak tőletek a vasárnap megtartásával kapcsolatban. A végletekbe esés veszélye mindenkor fennáll. Ha a döntés úgy szól, hogy testvéreink ne dolgozzanak vasárnap, és az elnyomástól tartva déli testvéreink látszólag összhangba kerülnek a vasárnap törvénnyel, mennyi idő kell majd, hogy testvéreink az egész világon ilyen körülmények közé kerüljenek? A döntésnek egyetemes érvényűnek kell lennie. Ha a kérdés rendeletek formájában lát napvilágot, és az önmagukat szombat ünneplőnek vallók alávetik magukat és meghajolnak egy bálványisten előtt, fokozatosan minden elmet feladnak majd. Ha azt tanácsoljátok nekik, hogy ne tiszteljék az Úr szombatjának helyét elfoglaló bálványszombatot, akkor csöndesen tanítsátok őket a kérdéssel kapcsolatban. Ne biztassátok őket a jogi hatalmak ellen való szóbeli vagy cselekedetbeli lázadásra, ha csak nem Isten szólítja őket erre, megtaposott törvényének védelmezése érdekében. Ne ébresszük fel szükségtelenül az ellenség indulatait és harci lelkületét. Nem adhatunk ellenségeink számára alkalmat arra, hogy valamely balgatag lépésünk miatt törvényszegéssel és a törvények ellen való lázadással vádolhassanak bennünket. Ne érezzük feladatunknak a bálványszombatot követő szomszédaink bosszantását azáltal, hogy függetlenségünk fitoktatására mindenáron valamilyen munkát igyekszünk végezni szemük láttára. Ne képviseljük ügyünket hangoskodóan. Gondoljuk át, milyen félelmetes és szomorú csalás ejtette foglyul a világot. Minden erőnkkel igyekezzünk világosságot árasztani, még legárdázabb ellenségeinkre is. Ha a keresztény a Szentlélek által lelkébe vésett elvek szerint jár el, mely elvek a mennyre való alkalmasságára készítik elő, akkor semmi olyat nem tesz hirtelenkedve és felfúvalkodottan, amivel haragot és istenkáromlást idéz elő. A szombat kérdéshez való viszonyulás. Bizonyos esetekben a szombattartóknak bátor bizonyságot kell tenniük férfias helytállással, és kereserű üldöztetést kell elhordozniuk. Ne fogadjunk el olyan javaslattételt, mely bátorítaná a megosztott szívvel végzett szolgálatot és azt, hogy gyáva módon véka vagy ágy alá rejtsük világosságunkat. A megpróbáltatást nem kerülhetjük el. Biztosak lehetünk felőle, hogy a szombat kérdése az a próbakő, melyhez való viszonyulásunk vagy Isten, vagy Sátán oldalára helyez bennünket. A fenevad bélyegéről szóló tanítást valamilyen módon be kell mutatnunk minden intézménynek és egyénnek egyaránt. Sátán minden lépése kezdettől fogva végig a hamisság felmagasztalására irányul. Fel akarja váltani Isten valódi szombatját. Munkáját eltökéltebb és elszántabb igyekezettel végzi, mint valaha. Nagy hatalommal jött le földünkre, hogy sátáni csalásaival elhitesse annak lakóit. A válsághoz közeledve Isten törvénye egyre értékesebbé és szentebbé válik számunkra. Minél inkább megvetik és semmibe veszik, nekünk annál inkább kell tisztelnünk azt. A hosszú tűrő Isten bizonyos mértékű próbaidőt ad a nemzeteknek, de van egy határ, melyen túllépve Isten haragja és büntetése látogatja meg őket. A világ fokról fokra haladt előre Isten törvényének elvetésében, ezért a Zsoltárban olvasható ima napjainkra is áll. Ideje, hogy az Úr cselekedjék, megrontották a te törvényedet. 119. Zsoltár 126. vers.
személyes felelősség. Senki ne keltse azt a látszatot büszke tanításával vagy példájával, hogy semmibe veszi az állam törvényeit. Ne hozzatok határozatokat arra nézve, hogy mit tehetnek és mit nem tehetnek a testvérek a különböző államokban. Ne tegyetek semmit a személyes felelősség csökkentésére. Mindenki tulajdon urának áll vagy esik. Senki ne érezze kötelességének, hogy olyan beszédeket tartson népünk vagy ellenségeink jelenlétében, melyek haragra ingerlik őket. Ha az ilyen szavakat felhasználva az állam lázadóinak nevezhetnének benneteket, az bezárna előttetek az utat az emberek elérésére. Igaz, hogy nem hajolhatunk meg az önkényes hatalom és a vasárnap bálványa előtt. Igaz, hogy nem ronthatjuk meg a szombatot, de bölcsen kell cselekednünk. Nem szabad olyan szavakat mondanunk, melyekkel árthatunk saját magunknak. Ez önmagában is elég volna. Amikor viszont szavaink és tetteink Isten művét is veszélybe sodorják, kifejezetten gonosz munkát végzünk, mert Sátán javára dolgozunk. Ne legyünk hirtelenkedők és zabolátlanok. Tanuljuk meg Jézustól, hogyan cselekedjünk az ő lelkületével. Mutassuk be az igazságot úgy, ahogyan az Jézusban van. Az elsietett balgalépések veszélye. Egyetlen tapintatlan, indulatos és makacs ember is sokat árthat ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Olyan benyomást kelthet az emberekben, melyet az adventisták teljes serege sem képes ellensúlyozni, mert Sátán, a fő csaló, a nagy lázadó megzavarja az elméket a kérdés valódi jelentőségét és örök következményeit illetően. Némelyek elsietett balgalépéseikkel az ellenség kezére játsszák Isten művét. Lesznek, akik magukra vonják mások bosszúját, hitehagyókká válnak, és elárulják Krisztus szentjei személyében. Mindenkinek tapintatot kell tanulnia. Ugyanakkor annak is megvan a veszélye, hogy túl simulékony az ember, és engedményeket tesz Sátán javára. Bármi olyan tettünk hűtlenséget fejez ki Isten iránt, mely az igaz és valódi szombat helyett a hamisat méltatja. Járjunk nagyon körültekintően, nehogy a bűn emberének határozatait magasztaljuk fel. Nem helyezkedhetünk semleges álláspontra ebben a komoly következményekkel járó kérdésben. Üldöztetés a végső ütközet előtt. A két sereg élesen különválva határolódik el egymástól, és ez az elkülönülés annyira kézzelfogható lesz, hogy sokan azok közül, akik meggyőződtek az igazságról, Isten parancsolattartó népe mellé állnak. A küzdelemnek ezen a pontján, a végső ütközetet megelőzően sokakat börtönbe vetnek, sokan kimenekülnek a városokból, és sokan mártírhalált szenvednek Krisztusért az igazság védelmében. Nem lesztek feljebb megkísértve annál, mint sem elhordozhatnátok. Jézus elviselte mindezt, és még sokkal többet is ennél. Farkasok bárány képében. Még közöttünk is lesznek olyan bérencek és báránybőrbe bújt farkasok, akik rávesznek némelyeket Isten nyájából arra, hogy más isteneknek áldozzanak az Úr előtt. Vakok, vakvezetői fogják megrontani és eltéríteni azokat a fiatalokat, akik nem alapozottak és erősödtek meg az igazságban. A vigyázatlanok hitét rombolják majd a Sátán kezében lévő istentelenek, akik megvetve az öregkorú fenségét, saját elképzelésük szerint való hamis istent helyeznek a trónra, nem mást, mint egy önmagukhoz hasonló lényt. Az én központúak gúnyolódása. Az én központúak, akik átadták magukat a büszkeség és a divat vezérletének, gúnyolódni fognak a lelkiismeretes, igazságszerető és istenfélő embereken, és ezáltal magán a menny Istenén is. Az Úr nevében tanácsolom népe minden egyes tagjának, hogy bízzanak Istenben, és ne akarjanak most előkészülni és könnyű pozícióba kerülni a jövőbeli válságos helyzetek idejére,
hanem engedjék, hogy Isten készítse majd fel őket. Életünkön át tartson erőnk, amikor a keresztény kötelességeire tekintve a hitvallása miatt ráváró keserű próbákra gondol, emberi természete megriad a következményektől, és ez egyre inkább így lesz a földi történelem végéhez közeledve. Isten igéjének igazságai bátorításul szolgálhatnak. Krisztus soha nem fordult el gyermekeitől, hanem biztos vezetőjük maradt nehézségeik idején. Hűséges feljegyzések szólnak a sátán elnyomó hatalma miatt szenvedő emberekről. Krisztus kegyelme elegendő erőt adott nekik minden napra. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Hatalmas nehézségeit láthatjuk annak, hogy úgy engedelmeskedjünk Isten törvényeinek, hogy közben ne lázadjunk fel az állam törvényei ellen. A hívő ne gondoskodjék előre a nehézségektől való oltalmáról, hiszen ő csupán eszköz Isten kezében. Naponta őrködve testi lelkő erői felett és céltudatosan haladva előre, nem szabad semmit feladnia egyenességéből. A keresztény ne kérkedjen, ne fenyegetőzzön, és ne fogadkozzon előre, mit fog és mit nem fog megtenni, hiszen ezt nem tudhatja mindaddig, amíg a próba ideje el nem jön. Ne bosszantjuk a vasárnap ünneplő szomszédainkat. Állandó alázatban kell járnunk. Nem adhatunk ellenségeink számára alkalmat arra, hogy valamely balgatag lépésünk miatt törvényszegéssel és a törvények ellen való lázadással vádolhassanak bennünket. Ne érezzük feladatunknak a bálvány szombatot követő szomszédaink bosszantását azáltal, hogy függetlenségünk fitoktatására minden áron valamilyen munkát igyekszünk végezni szemük láttára. Testvérnőink, ne a vasárnapot válasszák ki a mosás elvégzésére. Ne képviseljük ügyünket hangoskodóan. Gondoljuk át, milyen félelmetes és szomorú csalás ejtette foglyul a világot. Minden erőnkkel igyekezzünk világosságot árasztani legárdázabb ellenségeinkre is. Ha a keresztény a Szentlélek által szívébe visett elvek szerint jár el, mely elvek a mennyre való alkalmasságára készítik elő, akkor semmi olyat nem tesz hirtelenkedve és felfogalkodottan, amivel haragot és Isten káromlást idéz elő. A próbaidő lejárta után nem lesz több halál Isten népe között. Amikor a Jézus felkel közbenjárói trónjáról, mindenki felől megszületik a döntés, ezért az elnyomás és a halál Isten népe soraiban többé már nem lehet bizonyság az igazság oldalán. Kérve kérünk, gondolkodjatok el a veszélyről. A névleges kereszténység az, amitől a legjobban kell félnünk. Az igazság hitvallói közül sokan legyőzetnek majd, mert nem járnak együtt az Úr Jézus Krisztussal. Nem tudják megkülönböztetni hangját az idegen pásztor hangjától. Akinek élő tapasztalata van Urunk és megváltunk Jézus Krisztus ismeretében, nem kell félnie a legyőzetéstől, még széleskörű hitehagyás idején sem. Ha Jézus, a dicsőség reménysége kiábrázolódik a szívben, akkor a tanulatlan és az iskolázott egyaránt bizonyságot tehet hitéről így szólván, tudom, kinek hittem. Lesznek, akik nem tudnak érvekkel rámutatni ellenségeik tévedéseire, mert nem részesültek azokban a kívánságokban, melyek másoknak kijutottak. Ennek ellenére a hitehagyás nem söpörheti el őket, mert saját szívükben bizonyságuk lesz arról, hogy az igazság az ő birtokukban van. A legravaszabb érvek és sátán támadásai sem tudják kimozdítani őket az igazság ismeretéből. Nem félnek, és nem aggodalmaskodnak afelől, hogy a hamisság oldalán állnak-e vagy sem. Miközben feslettség, tévejgés és hitetlenség hatja át a földet, lesz sok olyan alázatos otthon, ahonnan imád,
őszinte és töredelmes imád küldenek Istenhez azok, akik soha nem hallottak az igazságról. Az Istennel szembeni tiszteletlenség miatt sokak szívére nyomasztó érzés nehezedik majd. Túlságosan szűk látókörűek vagyunk, és rosszul ítélünk meg dolgokat. Isten sokakat elfogad majd ezek közül az emberek közül, hiszen ők a világosság minden rájuk ragyogó sugarát szívükbe zárták. 6. kézirat 1889. Fizessünk bírságot, ha az megszabadít az elnyomótól. Sátán arra ösztökél embereket, hogy vigyék véghez Isten ellen irányuló terveit. Az Úr így szól. Az én szombatimat bizony megtartsátok, mert jel az én közöttem, és ti köztetek nemzetségről nemzetségre. 2. Mózes 31. fejezet 13. vers. Senki ne legyen engedetlen ezzel a parancsolattal szemben az üldözéstől való megszabadulása érdekében. Gondolja át mindenki Krisztus szavait. Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Máté 10.23. Ha egy mód van rá, ne helyezzétek magatokat olyan emberek hatalmába, akiket az Antikrisztus lelke vezérel. Ha bírság fizetésével megszabadíthatjuk a testvéreket ezeknek az elnyomóknak a kezéből, inkább fizessük meg a pénzt, mint hogy szombatnapi munkára kényszerítsék őket. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk azok megmentésére az elnyomástól és a kegyetlenségtől, akik készséggel szenvednek az igazságért. Amikor az emberek meggyőződésük ellenére elutasítják a világosságot, és saját hajlamaikat követik, többre tartva az emberi elismerést Isten jóváhagyásánál, akkor úgy tesznek, mint ahogyan Krisztus napjaiban tettek sokan. A parancsolatok elvetése a könnyebb élet kedvéért. Krisztus a példaképünk. Az Antikrisztus eltökélten folytatja a mennyben megkezdett lázadó munkáját az engedetlenség gyermekein keresztül. Ezek irigységes gyűlölete a negyedik parancsolat megtartói irányt egyre keserűbbé válik. Isten népe ne rejtse el az zászlaját, és ne vegye semmibe Isten parancsolatait. Isten gyermekei ne osztozzanak a sokasság gonoszságában életük megkönnyítése kedvéért. Óvakodjanak azoknak a hívő testvéreknek a megítélésétől, akik álhatatosak, rendíthetetlenek, és szüntelen az Úr munkájában foglalatosak. Isten el fogja vetni azokat, akik életük megmentése érdekében elvetik őt. Ha az igazság feladása árán keresnek szabadulást, el fogják veszíteni az örök életet. A rokonokhoz és barátokhoz való kötődés senkit ne késztessen a felismert világosság megtagadására, mert ez szégyent hoz az Atyára és egyszülött fiára Jézus Krisztusra. Akik inkább az emberek, mintsem Isten tetszését keresik, mindenféle mentséget koholnak majd engedetlenségük igazolására, mint ahogyan ezt Krisztus napjaiban is sokan tették. Ha valaki Krisztus fölé helyezi feleségét, gyermekeit, apját vagy anyját, választása örökre meghatározó marad. Aki világosságot nyert az Úr szombatjáról, a teremtés emlékünnepéről, de a kellemetlenségek és rágalmak elkerülése érdekében továbbra is a hűtlenséget választja, eladta saját urát. Szégyent hozott Krisztus nevére, és az Antikrisztus seregébe állt. Az utolsó nagy nap is ebben a seregben találja majd őt, az Isten városán kívül, és nem a mennyei otthonban, a hűségesek, igazak és szentek oldalán. Minden igaz hívőnek át kell mennie a próbán. Előfordulhat, hogy a keserű ellenállás miatt el kell hagyniuk házukat, földjüket, sőt még rokonaikat is. Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony mondom néktek, be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek fia eljövend, mondta Krisztus.
Máté 10. fejezet, 23. vers. Az Antikrisztus, akik Isten fölé emelik magukat, meg fogják ismerni haragját. Minél nagyobb egy ember befolyása a jóra, a Szentlélek vezetése által, az ellenség annál eltökéltebben igyekszik vallásos üldözések kifejezni irigységét és féltékenységét. Az egész menny azonban Krisztus, és nem az Antikrisztus oldalán áll. Isten tisztességet szerez az őt szeretőknek, és akik készséggel osztoznak Krisztus szenvedéseiben. Az Antikrisztus, ebbe beleértve mindazokat, akik Isten akarata és munkája fölé emelik magukat, az elrendelt időben meg fogja ismerni annak haragját, aki önmagát adta azért, hogy az emberek el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Isten mindazok nevét feljegyzi az életkönyvében, akik kitartanak az engedelmességben, és nem adják el lelküket pénzért, vagy az emberek előtt való tetszelgésért. 9. kézirat, 1900.